Szia, itt Barni, egy újabb WordPress tutoriállal. Ebben a videóban megmutatom, hogyan adj hozzá egyedi funkciókat, gyermeksablon nélkül, egyszerűen. Első lépésnek lépjünk be a WordPress admin felületére. Húzd az egeret a bővítmények fölé, majd kattints az új hozzáadása gombra. Itt a keresőbe írd be, hogy Code Snippets, vagy másolt ki a videó leírásából, majd telepítsd. Amint kész a telepítés, nyugodtan bekapcsolhatjuk. Ezután látható egy új menüpont, Snippets néven. Húzd az egered a Snippets menü fölé, majd kattints az Add New, avagy új hozzáadása opcióra. Először is adjunk egy megnevezést a funkciónknak, majd a következő szekcióban kezdhetjük a munkálatokat. Itt fontos megemlítenem, hogy ha a kód valahol hibás, nem fog aktiválódni, és egy pontos értesítést fogsz róla kapni. Itt egy példa. Miután a számodra fontos funkciót megírtad, adhatsz neki leírást. Ez főleg akkor jó, ha többen dolgoztok egy weblapon. Ezután menthetjük a kódunkat szimplán, vagy menthetjük és aktiválhatjuk azonnal. Amit még fontos megemlíteni, az a funkció működésének helye. Minden funkciót külön állíthatunk, hogy mindenhol, csak az admin felületen, vagy csak a publikus weboldalon fussanak. Ha visszamegyünk az All Snippets menübe, elérhető egy export gomb, melyel a másoknak átadható vagy újrahasznosítható fájlt tudunk készíteni. Ezt a lehetőséget én is sokszor használom, ha új lapokat készítenék, és nincs kedvem újra beírni a már elérhető funkciókat. A Settings, avagy Beállítások menüben további lehetőségek vannak, de ezek már inkább csak a bővítmény működésére vonatkoznak. Remélem hasznos volt ez a videó. Ha igen, kérlek, dobd rá egy lájkot, oszd meg másokkal is, akinek szüksége lehet rá. Iratkozz fel és nyomd meg a kis harangot is, hogy ne maradj le a következő videómról se. Addig is, szia!